Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás június 25-éig. Június 21-én lesz a nyári napfordulat. Ezen az estén, este 8 órakor tartok egy szertartás. A téma, hogy legyen egy fordulat különböző életterületeken, változás a munkát, a hivatást illetően a környezetedben, a családban, vagy a párkapcsolatban. Legyen egy fordulat, ahogy te ezt elképzeled. És ez a szertartás energiailag segít ebben. Ha gondolod, részt vehetsz ezen a szertartáson, és jelentkezhetsz e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Ennek alkalmából van most egy akciós nyári szerelmi jóslás. Egy szerelmi kivetés, és ehhez jön egy asztrológiai elemzés az indiai asztrológia szerint. A díjam, a jóslás és az asztrológia együtt 6000 forint. Vagy van egy másik lehetőség is, választhatod azt is, egy nyári szerelmi jóslás gyertya mágiával. Ennek a díja szintén 6000 forint ezúttal. Június 22-én van egy Lilith energia. Ez aktiválja a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket. Ezen a napon ez az energia távol van tőlünk, így érezhető. Tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy feladjuk a terveinket, az álmainkat. És akkor azt mondjuk, ebből úgysem lesz semmi. Az is lehet, hogy mások befolyásolnak bennünket, és ők mondják ezt, ne álmodozz, ez nem lesz így. Tehát nem fog megvalósulni. Ezen a napon fontos, hogy higgyünk az álmainkba, erősítsük a belső hitünket, ne adjuk fel a terveinket. És most áttérek a kártyákra, megnézzük, hogy mit üzennek a képek. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. A lelkitársad vagy a férfiak itt láthatóak. Van még egy kis távolság, de mégis jónak találom azt, hogy mindketten megjelentek ennél a kirakásnál. Itt a hátad mögött megjelenik ez a horgony. Ez jelentheti a biztonság érzetét is, ahol le tudsz horgonyozni. De szimbolizálja ez a kártya a munkát, a hivatást. Itt ez a torony lehet egy nagy vállalkozás. És itt az utak jelentik az irányokat, a lehetőségeket, a döntéseket, és itt mögötted a madarak jelentik a kommunikációt. De mivel te hátat fordítasz a képeknek, te nem látod ezt még. De mégis a kártyák megjelennek a havi kivetésnél, nicht havi, hanem a heti, igen, így pontos, tehát a kártyák megjelennek a heti kivetésnél, tehát aktuális ez a téma, akkor is, ha először ezt még nem veszed észre. Te egy vonalban vagy a felhővel és a kereszttel. A kereszt jelentheti a hitedet. De ott van mellette a felhő, tehát nem tudod, hogyan alakulnak a dolgok, milyen irányba lesznek változások. Ez a kereszt jelenti a döntéseket is. Amikor elérkezel
Az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba, ahogy az utak is ezt jelzik. Itt van a remény, hogy jó irányba fordulsz. De a döntéseknél nem könnyű, hiszen ez a felhő olyan, mint egy fátyol, valami itt még számodra átláthatatlan. De vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos, legyen meg a hited, hogy itt kinyílik egy ajtó számodra. Ezek a lehetőségek, és a gólya jelenti már a változásokat. Sőt, előtted megjelenik itt a mozgás. Te irányítod a dolgokat. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki közeledik hozzád. Ez a mozgás lehet utazás, sport, autó, vagy jelentheti általánosságban azt, hogy itt előre mennek az események, és tisztázódik valami, jelenti ez a virág. Sőt, itt egy vonalban megjelenik a szív. Ami szép ennél a jóslásnál, hogy ez a szív összeköt benneteket, mert te egy vonalban vagy a szívvel, és ő is egy vonalban van a szívvel, és mint egy ilyen sarok kártya, ez a kártya összeköt benneteket. De az ő gondolataiban megjelenik a hold, az lehet az anyukája, anyai témák, vagy jelenti a mély érzelmeket, és itt ez a kő olyan hideg-rideg tartás, vagy valami blokkolja őt. De megváltozik a helyzet, hiszen előtte megjelenik a gólya. Ebben hihetsz, itt a kulcs jelenti, légy biztos ebben. Ő közeledni fog hozzád, itt kinyílik ez a kapu, lesznek változások. Ő ebbe az irányba tekint. Előtte is ott van még ez a felhő. Számára is valami átláthatatlan, különösen ami az utazásokat, külföldi kapcsolatokat illeti, vagy ezt a személyt. Ez a nagy medve, az valaki, akinek szava van. Lehet az apukája, lehet a főnöke, itt megvan a kapcsolat ezzel a személye, de mégis valami olyan átláthatatlannak tűnik, de itt van a remény hozzá, hogy új irányba tekintenek, lesznek változások, amit a gólya itt megerősít, és ő hamarosan megkapja az elismerést. Itt van a nyilvánosság, ő fellép a nyilvánosságon, lesznek külföldi kapcsolatok. A medve jelentheti az ő élet erejét is, ami pedig benneteket illet, itt összefűz benneteket a szív, itt tisztázódik valami, amit ez a kártya még jelenthet, ezek lesznek ilyen szexuális témák is. Ő kicsit úgy nem meri kimutatni az érzelmeit, vagy ezeket a vágyakat, elképzeléseket, de ennek ellenére fontos, hogy a kezedbe vedd a kulcsot, légy magabiztos, ez majd megváltozik, hiszen ami blokkolja őt érzelmileg, vagy a testi kapcsolat terén, ez elmúlik, és a kereszt jelenti azt, hogy a sors utatok újra kereszteződik, és majd észreveszed itt mögötted a madarakat, jelenti a könnyűséget, a kommunikációt, mindez útban van hozzád, és itt lesznek munkahelyi változások is. Ebben az esetben ez a medve lehet a főnök, és itt is megvan a kapcsolat, lesznek döntések, külföldi kapcsolatok, és fontos beszélgetések. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!